kívánok mindenkinek, főleg Sázdi Krisztiánnak, Csillagászati Kutatóintézet kutatója, és amiért mindenki itt van, végre fellebbent a tárgyat a Churyumov Gerasimenko füstekös írásmódjáról és aktivitásáról. Ez a történelem, ez vár ránk. Csével és hosszú úval. Ez itt régen is volt ez a perem? Nem, ez egy fejlesztés, dizájn. Akkor jó, mert azt hittem, hogy szakad le az épület. Kéreg lemez mozgásnak vagyunk a tanulmányban. Hogy ez nem volt. Nagyon szöbb. Festettem én itt plafont 10 éve. Majd elmondom. Köszönöm. Később, hogy mit jó van a plafon. Köszönöm szót. Jó estét kívánok. Sárnáci Krisztiának hívnak, akivel esetleg nem találkoztunk volna. Ugye a hónap témája az egyik legszebb nevű üstökös, a Churyumov Gerasimenko, bár a 90-es évek volt egy Csernyis Kiucsi Nakamura üstökös, nekem például az is tetszett, és lehetne még ezt formálni. Megmondom, hogy én nem nagyon tudom, hogy miről volt szó a korábbi előadásokban, de egyébként is egy önálló, úgyhogy önálló blokkot terveztem, aminek valójában a Churyumov Gerasimenko üstökös csak egy apropója lesz, hogy általában szeretnék az üstökösök aktivitásáról beszélni. És hogyha minden jól alakul, akkor talán ennek egyik folyamányát demonstrálni is tudom majd itt, és talán a Polaris előadás sorozat történetében először online észlelés feldolgozást is végre tudunk hajtani. Hát itt van a tárgy, ugye azért tettem fel ezt a képet, mert hogy nagyjából úgy érzékelteti a méretet, hogy ott a fotókon, ott van a sötét háttér előtt, ott igen, 4x5 kilométer, hát az olyan, hát igen, de mégiscsak így, ha egy városra, mondom, ezt nem fogalmam sincs, hogy melyik amerikai városnak a város központjára lehet szó, aki így fölismeri felhőkarcolók formájáról az ossza meg velünk. Szóval egy körülbelül ilyen ekkora szikláról beszélünk, ezekről jönnek a fotók. Ez a Churyumov Gerasimenko üstökös, és meg tudom mutatni a két névadót, Klim Ivanovics Churyumovot, kiváló, Klim Ivanovics Churyumov, és Svetlana, kis van egy hosszú második neve, ott van, két helyzőknek, Svetlana Gerasimenko, két ukrán csillagász fedezte fel. Ugye a hölgy, a Gerasimenko fotózta, a Churyumov meg megtalálta ezt az üstököst. Ez egy korabeli kép, hát ugye az akkori Szovjetunió divatjának megfelelő öltözetbe. Vannak tőlük a két szerencsés felfedező, de nem volt ez olyan egyszerű találás, ugyanis Alma Atába mentek, ugye ezek ukrán csillagászok, nyilván akkoriban ugye a Szovjetunió, és ugye elég messzire, ugye Kazaksztánba, az Alma-Atai Obszervatóriumba mentek, utaztak 1969. szeptemberébe, egy viszonylag hosszabb időszakra üstökösöket fotózni, sőt, mint kiderült a beszámolóból, üstökösöket vizuálisan is keresni. De egy 50 cm-es távcsövet használtak, és hát ugye már ismert üstökösöket akartak fotózni, ezek között lett volna a Komász Szolá nevű 30-as években talált periódikus üstökös, el is készítették a fotókat, ugye szeptember 11-én sikerült egy jó felvételt nyerni, 1969. szeptember 11-én. 20-án, tehát 9 nappal később, ma már elég elképzelhetetlen, hogy gyakorlatilag az ember néha, ha 1-2 órát késik a kép kimérésével, akkor lemaradhat a felfedezéséről, de szeptember 20-án átnézte a Churyumova az elkészült lemezt, na, megtalálta az üstököst, a lemeznek a szélén volt igaz, de hát ez akkoriban, 60-as években ez nem volt olyan kiugró dolog, akkoriban még messze nem volt annyi megfigyelés, nem voltak olyan pontosak a számítások, hát Istenem, elkóricált az üstökös, jól eltették a lemezt, hazautaztak, és október végén, tehát már majdnem másfél hónappal a felvétel elkészítés után kezdte el immár Kijevben kimérni Churyumov lemezeket, meghatározta a pozíciót, meg a fényességet, és akkor ugye a számításokból látszott, hogy ez majdnem 2 fokkal odébb van, mint a célpont üstökös,
és az addigra máshonnan befutó észlelések, tehát más ország ugye fogyaratok megfigyelések, meg nem mutattak ilyen nagy eltérést. Elkezdte vizsgálni elemezt, és megtalálta a Comas Sola üstököstől lemeznek a közepén, csak nagyon halvány volt. És akkor másfél hónappal később nyilalt az agyába, hogy hát akkor lehet, hogy itt egy új üstökösről van szó. És még október 31-én jelentették csak be a felfedezést, még megtalálták pár lemezen, amit ott csináltak Almatába, ugye szeptember 9-én, egy-két nappal korábbi, meg aztán 21-én is csináltak róla fotókat, tehát három felvétel volt, ezt jelentették be, de aztán, mivel olyan 13 magnitúdó körül volt, ezt a bejelentés után másnap, ugye, amikor a Nemzeti Csillagászati Unió világára röpített, hogy itt van egy új üstökös, sikerült is lefotózni. Tehát így indult 1969-ben, kicsit rögösen ennek a Churyumov-Gerasimenko üstökösnek, ugye a lemezkészítő, meg a megtalálója is megkapja az üstököseknél a nevét, ha fotografikus felfedezés van, arról van szó, hiszen ugye egyik nincs a másik nélkül. Ugye így néz ki, kiderült egy olyan 6,5 évet, egy klasszikus Jupiter család üstökös, ugye naptávolban eléri a Jupitert, ami a mozgását befolyásolja is, hiszen ha az óriás bolygóval együtt vannak itt, akkor pályaváltozásokat szenved, és a nap közel pontja, ez meg nagyon kellemes a Mars pályán belül, ilyen 1,3 csillagászti egység, az viszonylag kicsinek számít. Tehát egy ilyen egész kellemes kis üstököst sikerül felfedezni, és onnan 13 magnitúdónál. Ugye a nagy kérdés olyankor mindig, hogy nem találták meg korábban, azért ez nem egy olyan halvány égítest, persze, hogy akkoriban látszik, hogy másfél hónapig egy 13 magnitúdós üstökös felfedezetlen maradhatott, mutatja, hogy még a 60-as években, 70-es években a maihoz képest mennyire keveset vizsgálták az eget, valójában döbbenetesen kevés fotó átvizsgálás készült. Na, kedvencem a végtelen számoszlopok. Na, mindjárt elmagyarázom, hogy mi a lényeg ebbe. Ugye azért nem fedezték fel korábban, mert hogy korábban nem ezen a pályán járt az üstökös. Itt ezt az oszlopot érdemes figyelni, ugye meg itt a dátumot. Ez 1956-os napközelségénél még 2,7 csillagászti egységre, tehát a kisbolygó övben volt a legközelebbi pontja, ahol hát nem fényesedett föl talán csak 16-17 magnitúdóig, ám 1959-ben volt egy 5 százados, tehát ez 7,5 millió kilométeres Jupiter közelsége. És ez lendítette be erre a belső pályára az üstököst, ezért nem találták meg korábban, és ezért is vált sok egyéb mellett aztán érdekessé most az űrszondák számára, mert hogy ez úgymond egy viszonylag frissebb darab, tehát csak mostanában kezdett el ilyen aktívabban működni, ugye a nagyobb napsugárzás éri, és akkor 63-ban még nem találták meg, de 69-ben sikerült felfedezni. Látszik, hogy mostanában nem történik semmi különös, itt az 1,3 körül ugrál, itt lesz egy, most ha ugye eltávolodik, épp most ugye valójában csak jövő augusztusban lesz napközelben, és aztán lesz egy ilyen 50 millió kilométeres Jupiter közelsége, ez 1,2-re leviszi majd a napközelpontot, és ugye most kimondottan, bár erről beszélünk, de most a Földről nézve az üstökösnek egy kimondottan, pláne az északi féltekéről kedvezőtlen napközelsége van, de a következő 2021-es visszatérés az eddigi szinte az egyik legkisebb napföldtávolságot eredményezi, 4 csillagászti egységre meg fog minket közelíteni, úgyhogy aki nem látta, de ezek után kíváncsi már a Churyumov-Gerasimenko üstökösre, az 2021-ben vélhetően megnézheti majd távcsővel vizuálisan, mert valószínűleg 10-11 magnitúdós fényességet fog elérni. Most mivel időnként, és ugye itt látszik, hogy 82-ben is volt egy ilyen 0,4-es közelsége, és ezért viszonylag kifényesedik, gyerek tört, van történelme a mi számunkra ennek az üstökösnek, hogy az első megfigyelést azt ezen a 82-es napközelség idején készítette Tuboly Vince hegyhátsáról, egy 30 centis távcsővel. Aztán a következő, ugye 82-89-es visszatérése az nem volt jó, a 96-os, aminek itt látjuk a fénygörbéjét, az sokkal kedvező volt, ekkor láttam én is először, és itt többen Bakos Gáspárral figyeltük ezt akkoriban Ráktanyáról több hónapon keresztül. Hát látható, hogy ilyen 11-12 magnitúdot. Ez nem egy nagyon fényes, de egy ilyen nagyobb tükrös távcsővel mindenképpen megfigyelhető.
Aztán 2002-ben nem láttuk, bár ilyen nagyon jobb 13 magnitúdóig följött, de kedvezőtlen volt a láthatósága. 2009-ben akkor több megfigyelés is készült, vizuálisan látta Sánta Gábor például, a Tóth Zoltán, sőt, fotó is készült róla. Most, ha már ugye üstökös aktivitás, akkor itt próbálom mutatni, hogy ugye ugyanarról az égitestről beszélünk, de látható, hogy ezek a görbék, bár kicsit más az időskálázása ugye a vízszintes tengelynek, de azért nagyon különböző lefutásúak. Nagyon különböző lefutásúak. Magyarán, bár is ugye egy, amit azonnal meg lehet állapítani, hogy mennyire nehéz az embernek a dolga akkor, amikor üstökösök fényességét próbál előérezni, még olyanét is, amit már megfigyeltünk, tehát lenne ugye segítség a korábbi viselkedés, mert hogy képesek napközelségről napközelségre változtatni a paramétereiket, hogy is működnek. Fogunk találkozni egy ilyen képlettel, amit fönt található, ez az M1, úgyhogy erre én egy picit ki is térnék. Ugye mi határozza meg egy üstökösnek a fényességét? Hát nyilván van neki egy valamilyen abszolút fényessége, úgyhogy mondjuk ez az aktivitásával függ össze, hogy ő körülbelül mennyi anyagot bocsájt ki, mondjuk, hogyha ezt egységnyi távolságra, például egy csillagászt egységnyi nap távolságra vetítjük. Oké, van egy ilyen, ugye akkor nyilván, hogy milyen fényesnek látjuk, az függ a log kis d, tehát függ a földtávolságtól, nyilvánvalóan ez egyértelmű, meg függ még valamitől, ugye itt nem arról van szó, hogy van egy valamilyen állandó test, mint mondjuk egy kis bolygónál vagy egy bolygónál, ami szépen visszaveri a napfényét egy adott felületről, és akkor azt szépen ki lehet számolni, ugye attól függ, hogy milyen messze van tőlünk az égitest, milyen fényesnek látszik, ugye ez a Marsnál nagyon tetten érhető, ugye a nagy távolság változás miatt, -2 meg vagy +3 magnitúdó között változik, hanem itt ugye az üstökösén az aktivitás, ez függ a naptávolságtól is, tehát ahogy közeledik, nő ez a gázkibocsátás a magnál, egyre több por kell a kovába, kifényesedik. Na, hogy ez hogy játszódik le, az egy borzalmasan nehéz kérdés. Ezt próbálja itt leírni, ez az R, ugye a földtávolsággal, valami logaritmussal variáló ugye tag itt az egyenletbe. Amit nekünk nagyon fontos, az itt a log előtt lévő. Ez a 17-es szám, ez mindennek az alfája és omegája. Mutatom a következőbe, hogy itt a log előtt egy 10-es van, itt meg a log előtt egy 15-ös van. Ez mutatja azt, hogy a nap felé közeledve mennyire meredeken emelkedik, mennyire intenzíven kezd el anyag áramlani a kómába, és ugye látod, ugyanaz üstökösről van szó, és hogy itt 15-10 meg 17-es értéket vesz föl, tehát itt egyből ugye változik ez a, tehát másképp reagált a napközelségre, pedig ugyanarról az égitestről van szó. Az M1 egyenlő után, hogy az abszolút fényesség, amennyivel kalkulálunk, hogy amikor egy csillagászti egységre került volna virtuálisan, ugye persze ez nem került, de nyilván ezt lehet számolni, hogy akkor mennyi lett volna, itt 9, azt a 2002-ben sokkal halványabb volt, 2009-ben, meg itt ugye a fényes észlelések miatt pedig sokkal fényesebb volt. Tehát nincs egy ilyen állandó kanonikus működés egy üstökösnél, és valahol ez adja varázsokat is, meg persze ez adja kockázatát is az embernek, mikor ugye előrejelzi az évszázad üstökösét teleholt fényességgel, és az szétesik a nap mellett, és hát akkor azért a lincselőktől szaladni kell. Tehát van ebben némi kockázat is, de ezt mondja, hogy mennyire különbözően működik az üstökös, és minden más üstökösök ehhez képest, ugye itt legalább körülbelül lehet valamit mondani, de képzeljük, hogy milyen nehéz feladat, mikor egy új égitest jön be a nap közelébe, és annak kell megjósolni a fényesedését. Abszolút fényesség, és ez a szám minél nagyobb itt a előtte, az annál mered, tehát nagyobb szám, gyorsabb, meredekebb fényesedő, és lehet látni, hogy a 17-esnél ilyen jó meredek a fölmenés, mondjuk itt a 10-esnél meg jóval lankásabb. Igen, az időskálák kicsit mások, de majd fogok erre még példákat mutatni. De ugye már egész szép galériánk van, meglepő, hogy tényleg múlnak az évtizedek, szinte 5 évenként egyszer valami üstököshez ellátogatok, és egész szép galériánk van ilyen üstökös fotókból, de tudunk összehasonlítani, és ezek mind visszatérő üstökösök, tehát nagyon jó ugye, módszerünk van. Itt látható a Churyumov-Gerasimenko, ez méretarányos ábra, ugye a nagy klasszikus héli,
nem véletlen, hogy annyira híres és olyan fényes, mikor 76 évente visszatér, hát azért, mert nagy. Ugye neki nagy magja van, ergo tulajdonképpen ugye nem állítható föl egyenes arányos képlet, de hát emiatt több anyag jön ki belőle. Ugye ők négyen, a Csúrjomov, a Wild, a Borelli, meg a Temper, ez nagyjából egy kaptafa, ilyen 5-6-7 kilométer átmérőjű, bár a Csúrjomov a kicsit kisebbek közé számít, és aztán van egy egészen picike, a Hartley, de annál aktívabb, ugye nem véletlenül itt látszanak gázszálak, meg a Halley-nél is látszanak gázszálak, a többinél nem látszanak az olyan fotókon gázszálak, aminél az üstökös jól látható. Ez mutatja az aktivitásbeli különbségüket, tehát ez a picike, ez a Hartley valójában eléri vagy felülmúlja a többinek az abszolút fényességét. Tehát még a mag mérete sem árulja el nekünk, hogy milyen az aktivitása egy ilyen üstökösnek. Ugye látható itt a például a Tempelnek a fénygörbéje, hát ez is egy érdekes darab, ugye itt látható, hogy nagyon gyorsan fényesedik, egészen 25-ös paraméter, tehát nagyon érzékeny a nap közelségére, viszont 6 magnitúdó az abszolút fényessége ilyenkor, tehát fényes, tehát valójában ő elég sok anyagot kibocsát, itt van a Borelli, ugye visszamegyek ő, ami ugye 7,4, ugye a Csúrjumovnál ilyen 8, 9 és 11 volt. Itt van a Wild, ugye ez a kis kerek, hólabda, annak 9, nagyjából ugyanannyi. Ja, bocsánat, rossz felementem. Igen, annak, hát ugye itt is változik, ez egy érdekes dolog, hogy ugye megváltozik befele, meg kifele jöved, de hát itt is nagyon gyors, itt 20-assal, itt őrült itemben kezd el fényesedni, és ilyen 5-6-7-8 magnitúdó. Magyarán ez a Churyumov-Gerasimenko üstökös, amihez mi ellátogatunk, valójában egy meglehetősen kicsi, de legalábbis az átlagosnak az alján lévő aktivitású égitest. Ez is egy jó, ez is egy szempont volt a kiválasztásnál, hogy persze az ugye szeretjük meg az aktivitást, de hát az nem lenne jó, hogyha az üstökösből ugye elő robbanó porfelhők azok kiugatnák a szondánkat. Tehát bizonyos szempontból ez jó is, hogy ennyire kevés. Aztán itt látható a Wildről egy összehasonlító ábra, azt is tudom, és hagyom, még a villanyos kicsit jön a levegő, ami mutatja, hogy hát hasonlít, de itt is azért változik a görbének a lefutása. Magyarán az üstökösöket ezért is jó, ezért is hasznos mindig és mindig észlelni, mert sosem tudhatjuk, hogy mit produkálnak. Ez pedig a Hartleyről. Egy ilyen ábra. Nos, akkor itt van ugye még egy ilyen gyűjtemény az üstökösökről. Látható a Hartley 2, fantasztikus, nagyon-nagyon sok jet, tehát egy a magot lefotózva is nagyon sok fényes kiáramlás látszik. Tehát nem véletlenül, hogy ez a picike üstökös mag nagyon fényeset tud, vagy fényesebbet tud produkálni, mint ezek a nagyok. Na de hát ugye hol vannak a nagyok? Na hát készültek ezek a fotók, mindegyik ugye üstökösről, és hát hol jön ki belőlük a gáz? Hát hol van az a kóma, ami megfigyelhető? Hát ezekben nem is jön ki semmi. Ez egy nagy talány volt így első ránézésre, amikor ezeket az üstökösöket megfigyelték, hogy ugye még a Halley-nél, az első üstökös, 86-ban ott is látszottak ilyen kiáramlások, az utána megfigyelt többinél, hol történik ez a gázkiáramlás. Hát megvan az, csak jó hosszút kell exponálni ahhoz, hogy látszon, mert hogy valójában az üstökösök döntő részénél egy ilyen iszonyatosan halvány, gyenge, valahogy a felszín alól ilyen szinte csöndes előszivárgása van az anyagnak. Ez egy nagyon érdekes felismerés volt, pláne, hogy a Halley-t láttuk 86-ban először, hogy ilyen nagyon éles, ugye ilyen pontokból úgymond szinte ugye érzi az ember, hogy süvít elő a gáz, ilyen aktív foltokból, vagy később itt a Hartleynál is. De ezeknél semmi ilyet nem látunk, de mégis, hogyha hosszú expozícióval lefotózzuk, akkor látszik, hogy valamiféle ilyen csöndes kis kiáramlás van, tehát így kell elképzelni ezeket az üstökeseket, semmi extra valami nagy dolgot, és a másik, ami nagyon fontos, ez már a Churyumov-Gerasimenko mutatja közelről, hogy nem esnek le ezek a sziklák, ugye pedig oldalt vannak, hát le kéne, hogy essen. Mi a furi? Ez egy nagyon jó kép,
mert valójában, ugye az olyan furcsa, olyan sötétes az egész, de ez egy relatíve az általában keringő képek, amiket később fogok mutatni, sokkal jobban mutatja az üstökös felszínét valójában, ami a ráeső fénynek csak a 3-4%-át veri vissza. Tehát ezt csak azért látjuk így a felszínformákat, mert megfelelő hosszúságot exponálnak. De valójában ez olyan, mintha egy szén darab keringene a világról, olyan feketének tessék elképzelni ezt az üstököseket, megvilágítja a nap, és akkor valamennyi visszaverődik, és akkor persze én érzékeny kamerákra exponálok több másodpercet. Én azért szeretem ezt a képet, mert ez egy nagyon rövid expozíció, de ténylegesen mutatja gyakorlatilag a szín viszonyait, hogy ez egy nagyon mély fekete, sötét barna, tehát még csak a szürkét sem éri el, mondjuk, mint egy földi vulkanikus anyag, valami ilyen nagyon ilyen sötétke égitest. Úgyhogy szerintem ez egy gyönyörű felvétel. Érdekesek ezek a világosabb színű ilyen por kirakódások itt a párkányokat. Tehát fantasztikus felvételeket kapunk az üstökösről. Ugye vissza ez a Wild 2, ugye megint az, hogy hol vannak a gázgyötek, hát csak hosszú expozíciókat kellett csinálni, ahol már ez a fekete mag is besötétedik, és akkor szépen megjelennek itt is azért, hát úgy nem is mindenhol, hanem megvannak itt is ezek a úgynevezett jetek, amik különböző talpontokból jönnek ki, de hát ez egy nagyon, nagyon gyönge, nagyon lassú kiáramlás, mégis azért azt létre tudja hozni, hogy ilyen 12-13 magnitúdos, tehát mondjuk egy 20-30 centis tükrös távcsővel már megfigyelhetőek napközelben ezek az üstökösök. Itt egy ilyen klasszikus kép a Haley-ről és az ő jetjeiről. Ez a Hartley, amit szuperaktív, ugye most nagyon szeretünk mindenhez valami bombasztikus jelzőt kell tenni, egy szuperaktív üstökös, nagyon picike maggal, itt is megfigyelte ez a kettő szerkezet, mint a Churyumovnál, ugye közötte egy ilyen mélyebb rész, és szépen nagyon sok ilyen talpontból jönnek ki a gázok. Szakcikkek mostanában jelennek meg, különböző szűrőkkel spektrumokat készítve, látszik, hogy mondjuk a víz, meg a mondjuk a cián, az máshonnan jön elő. Tehát a vízbe, víz ki, amikor a víz hullámosszába, akkor az egyik jetek fényesebbek, ha a ciánnál a másik. Tehát van is egy bizonyos fajta anyageloszlás, nem is egyenletes az üstökösből kiálló anyagmennyiség. Nagyon klassz képek készültek, én nagyon szeretem ezt az üstökös, nagyon kis saranyos ezekkel a kiállalmoló kis gáz szálakkal. Ugye ennek olyanok a forgási paraméterei a Hartley-nak, hogy részint ezek a gázszálak, meg valószínűleg más effektusok is, úgy tűnik a radarmérésekből, hogy gyorsítják a forgását, és valószínűleg néhány, hát ilyen 100 évre tippelik, annyira föl fog gyorsulni a forgás, hogy szét fog majd darabjaira hullani. Tehát legalább ez a két rész egymástól eltávolodik. Na most vissza a Churyumov Gerasimenkohoz, ugye már is, amikor még közeledett felé csak a Rosetta szonda, hogy akkor még az égi háttér előtt fotózta le, pont egy szép gömbhalmaz, ha jól sejtem, mellett van, ugye itt be van karikázva, és már itt látszik, hogy egyszer csak a kis csillagszerű pöttyből, ugye, ami csak a szilárd magról visszaverő napfény, egyszer csak megjelenik egy ilyen gáz, igazi üstökös alakot ölt, tehát már az odaérés előtt, és most még meglehetősen messze, hát a Jupitertől nemrég indult visszafele, úgymond az üstökös, egy ilyen nagyobb gázpöffenet már is történt, tehát már is mutatja azt, ami a Földről egyáltalán nem látszik, tehát azért ez csak közelről látszott, ezt meg kell jegyezni. Tehát hogy már látszik, hogy itt arról sincs szó, hogy itt valami szépen elindul, egyenletesen működik, és aztán meg szépen leáll, hanem ilyen löketek is vannak az aktivitásban, és valószínűleg ezeknek a megjelenése, megtörténése, vagy nem megtörténése okozza azt, hogy bizonyos napközelségekkor halványabb az üstökös, bizonyos napközelségekkor fényesebb. Aztán, amikor készítettek, ugye azután itt a vége, amikor egy kis szakállasnak látszik expozíció, a pár hét múlva egy még egyet, akkor ez eltűnt, tehát ez csak egy ilyen kis pöfékelő epizód volt. Na, megvannak a Churyumovnak is a gázszálai, hogyha szépen túlexponáljuk ugye az üstökös magot, 15-20 másodpercet ráexponálunk, akkor látszik, hogy jön, innen elő, mégpedig nem máshonnan, mint ebből a nyaki részből jönnek el. Ez egy nagyon érdekes, ugye jó kérdés, hogy vajon ez a nyaki rész, ez eleve attól vékonyodott-e így el, mert onnan jön ki az anyag, és az folyamatosan fogy, és akár ez ugye eredményezi azt, hogy majd ott annyira meggyengül a szerkezet, hogy idővel szétszakad ez az üstökös, de az biztos, hogy ez egy nagyon jól mutatja azt, hogy hogy történhetnek üstökös szétszakadások. Itt van egy ilyen oldalsó ábra, ez is jól túlexponálva. Látszik, hogy itt van valahol ezen a ilyen köves, sziklás
Azt ezt megmutatom. Igen, tehát ezen a ilyen köves sziklás, itt látható ilyen poros területről aktív az üsdögös, és lehet, hogy itt ez szépen folyamatosan innen fogy, gyöngül, lehet, hogy itt ez a törmelék takaró is azért van, mert ugye azt gondolná egy józan paraszt észre az ember, hogy onnan jönnek ki a gázok, és akkor csak egy ilyen poros szépen összeroskad, csak a por, meg úgymond ilyen valami maradék, valami száraz anyagot marad a nyak közelében. És akkor itt van egy montázs, ahol ugye összerakták a magsincs túl explanátlan képekből, és akkor szépen rámásolták, hogy honnan is jönnek ki az egyetek. Tehát így nagyon szépen látjuk most élőben, hogy hogy válik aktívvá, egyre erősödnek ezek a jetek, egy ilyen nap felé közeledő üstökös. Most vélhetően ezek a szétszakadások, nyakságában már tudjuk, hogy ez hogy működik, ezért is voltak jók ezek a közelítések, mert sok-sok korábbi eseményt, akár évszázadokkal korábbi ilyen üstökös szétszakadásos eseményt, és megmagyaráz, hogy ez miért történhetett. Például, ugye hát nem túl látványos, de nagyon hasznos kép, másik gyönyörű nevű Swassman-Wachmann 3 jelű üstökösnek az 1995-ös fotói 3,5 méteres távcsővel, az EZO-ból. Azért fotózták 3,5 méteres távcsővel akkor ezt az üstököst, mert hogy ez volt a Rosettának az eredeti célpontja. Ez a Swassman-Wachmannhoz ment volna. Eredetileg, csak hogy 1995-ben, miközben nagy távcsövekkel ugye mérni akarták a pozíciát az üstökösnek, hogy hol megy, hogy meg lehessen tervezni a szonda pályáját, egyszerűen csak ilyen december 12-13-14-i fotókon, hát az egy üstökösből immáron kettő lett, amelyek láthatóan szépen távolodtak egymástól, magyarán darabjaira esett az üstökös. Emiatt nem ment ide, pedig milyen érdekes lett volna megvizsgálni, csak hogy ezáltal, hogy szétesett, ugye annyi friss por került a köré, mindjárt majd mutatok ábrákat, hogy milyen üstökös is vált belőle, körülbelül olyan, az abszolút fényessége olyan 6-8 magnitúdót emelkedett. Tehát nagyjából olyan 1000-2000-3000 szeresére nőtt a fényesség, attól, hogy szétszakadt, ugye a felszín alól előkerültek frissebb, friss területek, friss anyag, és ezáltal megemelkedett a fényesség, megnőtt a porkibocsátás, nem merték már odaküldeni a szondát, pedig mennyire jó lett volna megnézni, hogy hogy néz, milyen sebhely is van rajta, ami keletkezett. De ugye el tudjuk képzelni, hogy pont egy ilyen okozta, hogy fogta magát és ketté tört két nagyobb darabra, meg aztán a törmelékek, ugye, amik ezáltal keletkeztek, nyilván azok hozták létre azokat a kisebb leszakadó fragmentumokat, amiket létre jöhettek. Tehát szinte mesebeli a történet, aztán ugye követték, látszott, hogy szépen sodródnak el egymástól, távolodnak ezek a darabok. Aztán visszatért 2002-ben, szépen immáron jó messze eltávolodva, ezek már amatőr csillagász fotók, többféle ugye a főüstökös megmaradt, és akkor szépen mögötte leszakadva a különböző jelölésű darabok. Tehát ténylegesen az üstökösnek az aktivitása, véletlenül ez a belső aktivitás, most már látjuk, hogy azáltal, hogy valahol meggyöngíti a szerkezetet, a gázkiáramlás, ezáltal okozhatja üstökösöknek a szétdarabolódását, és ezáltal felfényesedését. Aztán 2006-ban vártuk nagyon a visszatérést, mert hogy itt jelentős földközelbe is került ez a Swassman-Wachmann 3 jelű üstökös. Van egyébként Swassman-Wachmann 2, meg Swassman-Wachmann 1 is. Úgyhogy az 1 is egy nagyon érdekes égítest. És a piszkéstetői felvételek, ott látszik a dátumból, hogy mikor visszatért 2006-ban, nem állt le, tehát földarabolódott 95-ben, de folytatódott ez a darabolódás, tehát az a sebhely, ami keletkezett, az instabil maradt, úgymond, és további nagy anyag leáramlások. Hát, hogy ez szegény ember piszkéstetőről ugye 60 centis távcsővel főz, ugye gazdag ember HST-vel a világűrből főz, ez a leszakadó felhő, a Hubble-űrtársa megnézze, látható, hogy üstökösök szinte százai, ugye, hogy ezek a kis blokkok, sziklák, tömbök, amik látszanak a Churyumovnak a felszínén, ahogy szétszakad az üstökös, véletlenül ezek a blokkok repülnek ki, ugye ki pöfékeli az üstökösöket, ahogy szakadoznak le a magról, tehát fantasztikus ezt így élőben látni az utóbbi évtizedekben, hogy ilyen közeli felvételken tényleg, hogy működnek ezek az égitestek. Ugye itt látható fönt
ez az előző, ugyanezt megcsinálta ugye a B jelű fragmentum, megcsinálta egy nagyobb G jelű, ugye itt is vannak kis leszakadó, repül meg frissibe is, szinte ahogy repül a napba, és ugye a nap sugározza meg, mint az aktivitása, szinte elfoszlik az aktivitás a gáz kibocsátások során, és végül ez a G fragmentum, ez teljesen el is tűnt. Hát itt van R, N, ugye itt a földközelség során, hát végén már dupla betűzték, most értelem nem tudom, de körülbelül 80-90 darab különböző méretű leszakadt ilyen kis fragmentumot tudtak azonosítani. Tehát tényleg egy ilyen hatalmas gyöngyfüzér keletkezett. Ez a B jelű, ez a másik, a legnagyobb az ezen a képen nem is látszik. Az viszonylag egyben maradt. Úgy tippelik, hogy körülbelül a 60-70%-a maradhatott egybe az üstökösnek, az továbbra is látszik, és körülbelül 20-30%-a teljes tömegnek az, ami így fragmentumokba röpülhetett róla, és a talán az egyik legszebb, ugye a világűrből infravörösbe, ahol a por látszik, ugye az a por, ami kiröpül, ezzel egy mozaik felvétel a Spitzer űrtávcső, hát egészen csodálatos, ez a fő rész, a céljelű, furi, hogy vannak egyébként előtte is itt ilyen kicsi üstökösök, azoknak ugye a lerobbanáskor ugye sebességet kellett szerezniük. Érdekes, hogy a két nagy között, ugye ez a B jelű, a második legnagyobb, alig van egy-két kicsi fragmentum, és a döntő része az a B, tehát egy leszakadt rész darabolódott vélhetően tovább, és nem tudom messzeről mennyire látszik, de itt hát állnak sorba legalább 20-30 kis pici, ha mindegyiket darabjával észre megfigyeljük, akkor ilyen nagyon kicsi kis blokkok, amik leváltak. Fantasztikus belső szerkezet. Milyen jó lett volna oda küldeni a nagyhoz, megnézni, hogy milyen egy ilyen leszakadás, de hát majd ha lesz fölösbe 500 millió dollárja valakinek, akkor szóljon, mert akkor meg lehet kockáztatni egy ilyet. Pedig át is lehet volna repülni a másik maghoz, az milyen vicces lett volna egyiktől a másikig. Ez is lehet látni, hogy vissza egy jó kis görbe, ez itt az üstökös 2006-os fénygörbéje, és látható, hogy amikor ilyen lerepülések voltak, ilyen blokkok lejöttek erről a B-ről, amit én mutattam, a fényessége a magnak jól láthatóan megemelkedett. Ezek a lerobbanások, ezek szépen ingáztatják az üstökösnek a fényességet, hogy az ember erre találjon ki valami képletet, hát nyilván ezekre nem is lehet. És itt ez az összesített görbe mutatja nagyon jól, hogy ez az üstökösnek az eredeti aktivitási görbéje, olyan 12-11 magnitúdóig, 1979-ben, meg 1930-ban, mikor felfedezték, és ez pedig itt az 1995-ös nagy kitörésnek. Ugye fölment majdnem 5, hát igen, lehet, hogy az olyan 10, olyan 6 magnitúdó, 6-8 magnitúdó körül volt a kitörés. Aztán 2001-ben már messze nem volt olyan fényes, és valójában 2006-ra visszatért arra a szintre, ahol 1979, meg nagyjából 1930-ban járt, akkor csak ugye, akkor itt a közelfelvétel, akkor csak közel jött a Földhöz, azért látszott ilyen szépen, de valójában két napközelséggel később tulajdonképpen ezek a szabad területek úgymond behegettek, és az átlagos aktivitás az visszaesett alacsony szintre, és ugye az üstökös került közel hozzánk, és egy nagyjából ilyen jellegű lehetett 1845-ben a híres Biela üstökösnek a kettészakadása, akkor nyilván még messze semmiféle ilyen elképzelésünk nem lehetett, hogy ez miért van, de ugye ez egy nagyon klasszikus eset, hogy kettészakadt, aztán mikor 6 évvel később visszatért, akkor már jóval halványabban és jóval nagyobb távolságra látszott a két mag, aztán az 1870-es években, ugye jól emlékszem, akkor pedig minden idő két legnagyobb meteorzáporát produkált, amikor átrepültünk a maradványokon, az Andromédidák meteorraj, ilyen 100 000 hullócsillag per órás aktivitás körül, persze ez csak néhány percre levetítve, de a korábbi beszámolók szerint egyszerre nagyjából olyan 50-100 hullócsillag látszott a maximumba az égen, tehát egyszerre. Tehát tényleg, mint az eső, úgy estek ezek a maradványok. Egy egészen más típusú üstökös aktivitás, vagy egy üstökös vég, amikor semmiféle különösebb darabolódást nem látunk, nem látszik igazából, az üstökös tényleg szó szerint kileheli a lelkét, ahogy azt 1996-ban a Tabur üstökös csinálta. Az utóbbi 15 évben rengeteg ilyet láttunk, ugye sokkal több égitestet fedezünk föl, sokkal több amatőr csillagász van, sokkal több csillagász, rengeteg olyan halvány égitestet megtalálunk, amit korábban nem, és kiderült, hogy ez elég meglepően gyakran fordul elő, ha az üstökösök itt kilehelik a lelküket, ugye eleinte még ilyen teljesen normális üstökös formát mutat, és általában akkor kezdődnek a bajok, mikor ez a középső része az elkezd megnyúlni, tehát lesz egy ilyen fényes sáv középen,
szépen, akkor az már az üstökösnek a végét jelzi, és akkor szépen, ezt valaki felolvashatja, hogy mi, na itt van október 21, október 27, november 13-ára, teljesen mindenféle szilárd, persze látszólag azért ezek földi felvételek, tehát a felbontásuk azért olyan, amilyen, de látod, hogy teljesen így elpáragott, elpöffentette magát az üstökös, és kész, aztán el is tűnik. 2006, 2010-ben volt egy ilyen, nagyon vártuk, mert úgy volt, hogy fényesebb lesz az Elenyin üstökös, ugye az akkori korabeli mondás, hogy Elenyinnek annyi, itt is látható egy ilyen animáció. Itt is teljesen szét, az eredeti pozíció az ráadásul itt van az üstökösnek, tehát még ez a szét kenődő por felé még el is sodródik, hogy elfújja a napszél ezeket a porszemcsék, a sugárnyomás főleg, persze a porszemcséket, tehát el is fújja az eredeti helytől, és akkor mindenféle érdekes alakzatok jönnek létre. Itt már egészen a lelkét kilehelő fázisban lehet látni. És akkor egy ilyennek a görbéje persze úgy néz ki, hogy ugye itt már látszik, hogy valami nem teljesen smakkolt vele, na valahogy felelőtetem a 80-t, és meg látszik, hogy szétment teljesen. És aztán, amikor először sikerült egy ilyet megfigyelni, végre Hubble távcsővel, úgyhogy azt mondom, hogy a földi felvételek gyanúsak, vagy szóval azok mégis messze vannak, aztán látszik, amikor a legnagyobb, mi az a VFPC 2 kamerával még 2000-ben belelőttek az akkor lineáris tökösbe, de itt is az van, hogy elkezd megnyúlni, tehát létre egy ilyen porfelhő, az eredeti maghelyén nem marad semmi, és egy nagyon nagy nyitással belőlnek, látszik, hogy ez így szétfoszlik egyszerűen, szétesik ilyen blokkokra az üstökös, azok elpárolognak, és végleg megszűnik ez a kométa. Itt látható egy másik felvétel, szinte Hubble űrtávcsőből, még látszanak ilyen fragmentumok. Szóval csoda dolog történik, itt is tök szépen jött, fölfényesített egész 6-7 magnitudig néztük binokulárral, aztán egyszer csak kilehelte a lelkét, és ilyen lélek kilehelős üstökös. Aztán vannak egészen másfajta üstökös szétszakadások, és üstökös aktivitás növekedések. Ugye ez egy nagyon speciális osztály, a napsúroló üstökösöknek az osztálya, ahol a nap árapály ereje segít abban, tehát nem belső fizikai jogok, hanem a maga a nap segít abban, hogy látványos égítés legyen. Ezek a napsúroló üstökösök néhány százezer kilométerre megközelítik a nap felszínét, és ott olyan árapályerők hatnak rá, tulajdonképpen annyira ugye, erős már a gravitációs tér, hogy a naphoz közelebbi felére annyival nagyobb gravitációs erő hat a kis szilárd magnak, mint a naptól távolabbira, hogy ez feszültséget kelt bent, és emiatt szétesik az üstökös. Persze, hogy a hő sugárzás sem utolsó, és emiatt nagyon látványos kométák lesznek ezekből. Itt látható az 1882-es még rajzok, Edward Emerson Barnard rajz az üstökös fejének belsejéről, látható, ahogy itt több darabra szakadva észlelte ennek a napsoroló üstökösnek a magját. És itt látható egy nagyon friss és nagyon szemléletes példa, ugye 2011-ben egy ilyen napsoroló üstökösnek, egy nagy a föld felszínes megfigyelhető napsoroló üstökösnek, vagy mi is tanúi lehettünk, és itt jól mutatja az ábra, hogy ez a befele, ez meg a kifele. És ugye talán nem is kell szemléltetni, különösen itt kívül, nagyjából ezen a tartományban szétporlatt az üstökösnek a magja, és hogy ezáltal mennyivel fényesebbé vált. Tehát, hogy nagyon-nagyon közel sem, messze nem szimmetrikus az a görbe ráadás, amit leírnak, ahogy a nap gravitációs ereje meg sugárzása megsanyargatta az üstököst, az pont jót tett neki, és egy nagyon szép, fényes égitesté vált. Itt nagyon jól lehet látni ez a bemenet, ez meg a kijövet. 15,5 magnitúdóval növelte meg az üstökösnek a fényességét az, hogy szétesett a nap közelében. És hát persze megint a déli féltekén, hol máshol a szerencsések ilyen szép kis karácsonyi fotót készíthettek. Ugye Chilébe a VLT, Magellán felhők, Szenezsák, délkeresztje, állatövi fény, meg üstökös. Szóval azt mondom, hogy halál rájuk. És egy másik fajta célszakadás, szintén árapályerő, ebből itt kevesebbet láttunk, ugye 94-ből, amikor a Jupiternek a gravitációs tere szakít szét egy égitestet, és itt szinte valójában úgy gondoljuk, hogy ez egy kis bolygó volt, tehát semmiféle üstökös aktivitást nem mutatott, a Jupiter gravitációs tere szétszakította, és hogy szétszakadt, úgy por felhők, ugye por került ki az égitest magjából, és úgy jöttek létre
ezek a szép kis üstökös füzérek. Tehát ez is növelhet aktivitást, hogyha valamilyen bolygó mellett elhalad és darabjaira szakad az égitest. Ez hát ugye 1997-ből egy másik fajta, az eddigiektől teljesen eltérő folyamat, mikor gyakorlatilag fölrobban egy züstökös magjának egy darabja, tehát nem is az egész, de gyakorlatilag tényleges robbanással van dolgunk, olyan sebességgel tágulnak ilyenkor a gázfelhők, hogy mondjuk a néhány méter per szekundum helyett, ami jellemzően a kiáramlási sebesség, tehát néhány méter per szekundum helyett, kilométer, az egy kilométer per szekundumot is eléri az anyag felhőnek a kiáramlása, és hát döbbenetes változásokat tudtuk hozni, hogy ez a Holmes üstökös, látod egy fotó, ez mennyi, ez 7 óra különbséggel ennyit nőtt a földi felvételeken az üstökösnek a mérete, ugye a robbanó felhő miatt gyakorlatilag 15 magnitúdóról plusz 2-re jött föl egy nap alatt, tehát 13 magnitúdót. 20 az olyan, hát 100 000-szeres fényesség növekedés lehet körülbelül. Csak azt mondja, hogy október 25, ez ugyanaz a, megpróbálom gyorsan mutatni, november 5, november 2, 30, 28, 25. Tehát az 5 nap, 1 hét, 2 hét, 3 hét, ugyanazzal a műszerrel, itt már bele se fér. Ténylegesen képes felrobbanni. És a közepén ott van ez a régi kis üstökös, itt középen ez a maga, ez a kis 15 magnitúdos kis valami ott marad a közepén, tehát az ott nem változik, tovább pöfékel, csak valamilyen folyamat, hát most azzal magyarázzák, hogy az amorf vízjég, ugye ami nagy távolságba keletkezik az üstökös magokba, az alakul át a kristályos vízjégés, ez egy nagyon hirtelen, nagyon sok energiát termelő folyamat, és emiatt robbannak fel ezek az üstökösök. Úgyhogy csodaszép felvételek itt, magyar képek ezek, most a Szitkai Kokpáros, talán ez Éder Iván kép, Berkó Ernő felvétel. Hát hónapokig látszott még szabad szemmel az égen, hogy ott a Perzeusznál ment egy ilyen nagy, nagy diffúz labda. Nagyon szép volt. És ugye ez itt a Holmes, azóta eltelt években már láttunk több ilyen robbanót, itt is meg lehet figyelni, hogy nagyjából egy kaptafára, tehát ez a nagyon éles ilyen pajzszerű, ugye a robbanásnak a határa, lökésvalamnak a határa, ez tavaly volt, lináris tökös, meg még pár halványabb, szintén ez az ilyen, nem is tudom, ilyen pajzs, vagy nem tudom, ilyen elliptikus alakú, éles első rész, és középen ez a valamennyire szál, ez az, ami ezeket a robbanó üstököket jelzi, és az, hogy ma már egy csomóról van korábbi felvétel, és mondjuk volt olyan eset, talán ez a Wallace üstökösnél, hogy van 23 órával korábban egy felvétel, ami nem látszik az üstökös, pedig 20 magnitúdós a határfényesség, és egy nappal később meg 13 magnitúdónál felfedezik az üstökös, tehát az is 7 magnitúdót fényesedett egy nappal, tehát még ilyen is van. Nem az, hogy 1-2 magnitúdót változik napközelségre, napközelségre, hanem egy nap alatt megnő a fényessége. Hogy lehet ezt mégis akkor valamilyen formában belőni? Ugye? Mit tegyünk akkor, hogyha jön egy üstökös, ugye, hogy milyen fényességet várhatunk tőle? Hát az elmúlt évtizedekben, de nem az isonnal kezdődött a melléfogások sora, gyakorlatilag már 1990-ben, az én emlékeimben azért 1990-ben az Austin üstökös, amit nulla magnitúdósra vártak, és csak plusz 4 lett, ott kezdődik ez az egész, és ennek egész hosszú sora van. Furcsa módon van támpont ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy először a nap közelébe érkező üstökös, ugye ez mindig az a C jelöl, nincsen sorszáma, mint ugye 67P, 67 periódikus Churyumov-Gerasimenko üstökösnek, hanem csak egy C van, mint a Comet, ugye, és évszám. Itt látod, hogy ilyen görbe ez, mindjárt megmutatom jobb felbontásba, és itt látható, hogy 400, mínusz 400 nap, sőt, hát még itt korábban, tól ugye elmegyünk a napközelségig, meg kifelé, és látható, hogy hányszor váltott viselkedés formát az üstökös. Hát, ki ezt előre megbírja mondani, az hát az vagy hazudós, vagy politikus. De például, hogyha megnézzük, ugye ki nagyítja a görbét, az egésznek a lényege az, hogy mikor korábban felfedezik, akkor ugye nagy ez a szám, tehát gyorsabban fényesedik, hú, ez tök jó lesz, tök jó fényes lesz, és hogy közeledik szépen a naphoz, a nap felé, ugye szépen ez a fényesedési paraméter leesik.
Vagy az üstökös ellankad, lekonyul, elfárad, és szépen, amikor már érkezne be, ugye itt elérni a csúcsot két magnitúdónál, szépen lelappad az aktivitás, és nem lesz csak olyan 3-3,5, és aztán szépen elhalványodik. Ugye, tehát ilyeneket szeretnek csinálni az üstökösök. Itt van egy másik példa, egy például ő viszont végig, ahogy jött befelé, tartotta ezt a relatíve nagy 13-as, tehát gyors fényesedés, és tényleg ebből fényes égítest itt lesz. Hogy lehetne, milyen támpontot lehetne találni, hogy ezt előre tudjuk jelezni? Hát ehhez az is kellett, hogy jó sok észlelésünk legyen ezekről az üstökösökről, és nagyon pontosan tudjunk pályát számolni, amire régen 90-es években. Nem is volt olyan régen, egyszerűen nem volt mód, még csak fotográfia létezett, egyszerűen sokkal kevesebben foglalkoztak vele ezek a dolgokkal, és nem tudtunk rendesen pályát meghatározni, pedig ebben van a kulcs, mégpedig egy nagyon finom, nagyon sok olyan paraméterét kell meghatározni az üstökös pályának, amihez sok és pontos megfigyelés kell, tehát ráadásul nehéz is a dolog. De ma már ez megoldható. Ehhez az kellett, hogy például az üstökösök aktivitásáról kapcsolatos nézeteink is teljesen átalakuljanak. Ez itt megint egy piszkéstetői felvétel. Ez körülbelül 8 csillagászti egység távolságban mutat egy 2003-ban felfedezett üstököst, 2008-ban, ahogy távolodik a naptól, a Szaturnusz és a Jupiter között. Ez itt körülbelül 7 évperc hosszú, több millió kilométer hosszú porcsóvája van a Jupiter és a Szaturnusz között. Még találunk ma is könyveket, a 80-as években írt könyveket, amik azt mondják, hogy az üstökösök hát a Jupiteren belül aktívak, de inkább csak ott a kisbolygó év környékén. Hát kiderült, hogy sokkal-sokkal messzebb aktívak, 15-20 csillagászti egységben, sőt a kifelé távozó Hale-Bopot 23 csillagászti egység távolságban is láttuk aktívnak. És ha már az évszázad üstököse nem lett az ISON, valami nagyon fontosat azért, és nagyon-nagyon meglepőt tanultunk belőle is, az pedig ez a kis, nem is tudom, valami kis szál mutatja, ugye, hogy közeledik a nap felé az üstökös, ugye van itt egy nagyjából klasszikus kinézet, ilyen szélesebb porcsóva, de itt van egy nagyon fényes, szinte itt a kómához közeli szakaszokkal egybe szakadó, nagyon vékony kis szál. És ez nagyon szöget ütött a fejekbe, már a szakemberek fejébe, hogy mi a szűz már itt ez a nagyon fényes. A nagyon fényes az azt jelenti, hogy sok napfényt ver vissza, viszont nagyon keskeny, tehát ebben nagy porszemek vannak. Tehát ezek nagy milliméter vagy akár centiméter átmérőjű porszemeknek a milliárdjai, amik ráadásul pontosan az üstökös síkjába helyezkednek el. Tehát az üstökös az ezen az útvonalon érkezett, ahol ez a szál van, a csóvát, azt ugye a napsugárnyomása kifújja ebből. Tehát az eltávolodik, ugye ahogy távolodunk a naptól, tehát minél ugye úgymond öregebb, tehát minél régebb óta kikerült porszemek vannak, ugye a üstökös pályától annyira inkább elsodródik, ugye szétnyílik, ez nagyon szépen lehet látni, de itt az üstökös pályasíkjában benne voltak ezek a nagy szemcsék, és amikor már javában itt ugye túl volt a perihéliumán, akkor még mindig fény lett itt ez a vékony szál, meg látszik egyébként a rendes csóva is. De itt ez a szál itt is nagyon jól lehet látni, és ez azt mutatják, hogy lehet modellezni a pornak a mozgását, egy elég bonyolult dolog. Azt mutatják, hogy ezek a porszemek, hogy ennyivel az üstökös mögött, ugye mivel nagyméretűek, mert nagyon fényenek, ezért nagyméretűek, viszont mivel nagyméretűek, kevéssé érzékenyek a napnak a sugárnyomására. Ugye ezek a kicsi porszemek, amik kijönnek, azok elhajlanak a pályásiktól, ez viszont nagyon sokáig, órákkal későbbi szakaszon is, pontosan ott volt az üstökös pályasíkjában, magyarán, hogy ezek ilyen messzire elsodródjanak, az kellett, hogy hát 5 és 20 év között a perihéliumtól számolva szakadjanak ki a magtól, legalább 20, de az is lehet, hogy 100 csillagászti egység távolságába. Tehát az Uranus-Neptunus távolságába, vagy még kétszer olyan messze, ez a bejövő ISON üstökös már akkor aktív volt. És ez csak ezek a tavalyi felvételek mutatják meg, mert ezt a vékony szálat, ezt egyébként nem látjuk egy ilyen távoli üstökösnél, csak ezeket. Ez azért vált láthatóvá ez a rész, mert ugye nagyon-nagyon megközelítette a napot, és a nap közelébe borzalmasan fény lett, izzott ez az egész rész. Egyébként nem láttuk volna meg. Tehát ez egy szakmailag, még hogyha
laikusként csalódás is volt az üstökös, szakmailag ez egy rendkívül fontos felfedezés, hogy ezek az újonnan beérkező üstökösök, ezek óriási távolságban működnek. És még egy nagyon fontos adalék ehhez, tartani fogok. Ugye itt van az Isonnak a rajza. Ugye, hogy lehet, hogy ilyen nagy messzeségben aktívvá tudott válni? Mutatok még ilyeneket. Itt van például az L4 nevű, 2011 L4, ez is sokat változtatgatta magát. Itt is ugye alul a szürke alatt marad. Itt van a 2012 K1, ami most jön. Itt eleve már ugye a görbe, itt fönt van egy 8,5-ös paraméterrel, tehát nem 13-assal, hanem kicsivel, tehát ez lassan jött. Itt van az ISON, mutatom ezt is. Itt is ugye az történt, eleinte 10-zel fényesedett, hoho, de jó fényes lesz majd, milyen fényes üstökösünk lesz, és aztán lecsökkent. Ez nagyon nagy, ez a 10-ről 7,5-re, ez egy nagyon jelentős, itt bele is kellett egy törést rakni a görbébe, ugye ez valahogy így jött volna föl szépen a mínusz 10-hez, ehelyett szépen elkókadt az üstökös, és sokkal lassabban folytatta a fényesedését. Ezzel szemben például a tavaly látható lemmon üstökös, bár ő is egy kicsit ellankadt, de ott eleve 18-ról indult, tehát nagyon gyorsan fényesedett, aztán lecsökkent 10-re, de az még mindig egy átlagosnak mondható, és jó, fényes lett, és aztán a halványodása meg még lassabb is volt. Vagy például az tél szabadszemes üstökös, egy másik Lovejoy, itt is látható, ez is 15-tel fényesedett egész a nulláig, a napközelség, tehát nagyon gyorsan. Tök jó, 4-4,5 magnitúros lett, és aztán még lassan is halványodott, tehát lement, ugye a halványodás lement egy ilyen 10-es paraméterre, tehát ugye másik felett. Mi a kapcsolat? Hát a kapcsolat az a pályaelemekben található. Azt kell meghatározni, hogy az üstökös az Oort felhőből jött-e, vagy sem. És ezzel, kicsit egy szék, és ezzel gyakorlatilag 90% pontosan be lehet lőni azt, hogy mi fog vele történni, ugyanis, ha megnézzük ezeket az ellankadókat, akkor itt ez az E érték, ami a pálya excentricitását mutatja, ugye az itt egy, nehéz valamennyi, K1 pánztársz, ugye ez is rosszul muzsikált, ennél is, ugye egy körül van, kicsit fölötte. Hát itt ugye kicsit az egy alatt van az isonnál, de hát ugye látjuk, hogy ez gyakorlatilag egy, ugye nagyon sokáig 9. Amik viszont gyorsan fényesedtek és jól muzsikáltak, annál 0,998. Ugye ez nagyon kicsi különbség számba, de ez itt a lényeg, 0,998. Ugye ez a két legutóbbi. Magyarán ez azt mutatja, hogyha már ilyen kicsi ez a 0,998, ez azt jelenti, hogy néhány tízezer év az üstökösnek a keringési ideje. És ezek, amelyek így térnek, tulajdonképpen ezek a visszatérő üstökösök, ezek mind relatíve meredeken és viszonylag jól fényesednek. Az a vicc, hogy pont azok csinálják ezt az ellankadást, amelyek először az, hogy az E az egy közelébe van, az azt jelenti, hogy a pálya az majdnem pontosan parabola, ezek az üstökösök több millió éves keringési idővel rendelkeznek, magyarán először jönnek az Oort felhőből be a nap közelébe. Ugye az van az ember, hogy először jön be, akkor abban sok friss anyag van, hát akkor az fog nagyon kifényesedni. De nem, pont fordítva van, ezek az üstökösök, mivel nagyon sok illóanyag van bennük, ahogy az ISON esetében, ő is Oort felhőbe jövő volt, nagyon messze, mint láttuk, nem 10, hanem 20, 30, 50 csillagászatéjük távolságban elkezdenek aktívak lenni a sok illóanyag miatt, de pont erre fáznak rá, úgymond, mert mire beérnek a nap közelébe, kifogy már ez az anyag, elfogy, elpöfékelik, nagyon gyorsan kiáramlik, ha csak nincs valami nagyon nagy tömeg a magnak, kiáramlik, kipöfékelődnek ezek az anyagok, és mire ide érnek a naphoz, ez a szétesés, széthullás, ellankadás az ő osztályrészük, tehát ezek így a befele jövő nagy naptávolságban az elinduló aktivitás egy ilyen nem tudom, imposztor, nem tudom a jó szó, tehát így átvágnak minket tulajdonképpen, azt a látszatot keltve, hogy hú, hogy milyen fényes lesz, és aztán szépen ellappad. Amelyik már többet szertér vissza, tehát ezek az excentricitások ilyen 10 000, 15 000, még 50 000 év is már visszatérő üstökösnek számít, csillagászati szempontból, még ha egy ember élet szempontjából nem is, ezek több egyszerre jönnek be,
És ezek azért fényesednek gyorsan, mert mivel ők egy-két napközelséget már túléltek, tehát az illóanyagok eltávoztak, a könnyen illók eltávoztak belőlük, már csak azok maradtak benne, amik nehezen párolognak el, tehát közel kell jönni a naphoz, tehát ezek nem kezdenek el messze aktivitást mutatni, hanem csak közel kezdenek el relatív a naphoz felfényesedni, akkor fedezzük fel őket, és utána a nap közelében már gyorsan nő az aktivitásuk, úgyhogy átmelegszenek a mélyebb rétegekből, tud anyag felszabadulni, és ezek aztán szépen az elvárásoknak, vagy még az elvárások fölött menően muzsikálva ugye látványos, fényes, üstökössé válnak. Ma most is ilyen reménységünk, 2014 Q2, megint egy Lovejoy, ez egy nagyon, nagyon ügyes ausztrál amatőrcsillagász, ugye csak 15 januárjára várjuk a maximum fényességet, tehát télen, ez még közeledik, és lehet látni, hogy egy 10-es átlagos paraméterrel van számolva, de látszik, hogy ezek a görbék nagyon nem passzolnak el, ugye különösen itt kezd hílogni, tehát látszik, hogy ez is gyorsan fog fényesedni, és szerintem ennek a 8 helyett talán 6 magnitúdót is elérhet, és valóban így lesz. Itt mutat tényleg 0,997, tehát ténylegesen ez egy visszatérő üstökös. Van egy kicsit ellentmondásos vándorunk, nem sikerül behozni, ez a Q1, nem a Q2, ez is idén augusztusi felfedezés. Szeretném felhívni a figyelmet a 0,3 csillag, tehát a Merkurnál beljebbi perihelium távolság 15 júliusában, tehát csak jövő nyáron. És 0,999, ez bizony már visszatérőnek számít, úgyhogy egy 10-essel számolva itt 3 magnitúdónál van a csúcs jövő nyáron. Leütöm a kedélyeket, kb. 10 fokra fog látszani a naptól, tehát nem valószínű, hogy sok mindent fogunk látni. Viszont nem is tudom, mikor volt, tehát ugye ilyen közel jutott a 2011 L4, ugye azért ez szépen látszott a Pan-Starsra, még emlékeztek, ennek is 0,3 volt, de ez ugye Oort felhőbéli, tehát lassan fényesedő, meg volt még mostában 1-2, de az utóbbi években ez az egyetlen, vagy ez az első olyan üstökös, ez a jövő júliusi, ami nem az Oort felhőből jön, és ilyen nagyon kicsi a perihelium távolsága. Én itt egy kicsit megint bizakodó vagyok, de én biztos, hogy nem fogok leírni egy sort se, hogy ilyen-olyan szabadszemes üstökössé látszik, fog válni, de hát ha ez megtartja ezt a fényesedést, vagy még akár ennél gyorsabb is lesz, egyébként ilyen pillanatban a fényességbecslések kicsit a görbe fölött vannak, hát ha lesz egy ilyen nagyon fényes, 1-2 magnitúdos, és az már ilyen 10-12-14 fokos elongációban, amiben az az üstökös lesz, akár már látszani fog. Szóval ez a kulcskérdés, itt ezt a számot kell meghatározni, hogy ez most ha néhány századdal, vagy akár néhány ezreddel is eltér az egytől, ehhez kell a sok megfigyelés és több hónapnyi megfigyelés, ami mondjuk a 90-es években sem adatott meg még a legtöbb esetben az üstököseknél, akkor eldönthető, hogy mi várható. Gyakorlatilag hát 90%-ot mondtam, de ennél nagyobb hatásfokkal tartják az üstökösek ezt a szabályt. Az elmúlt 15 évben egyetlen egy üstökös szegte ezt meg, egy Oort felhőből jövő üstökös, ami végül nem lankadt el napközelben. Hát abból ez lett. Ugye növényzetből sejthető, hogy a déli féltekéről látszott természetesen, ez is kb. Olyan 50 fok széles, ilyen nagy legyező, mert az elmúlt 100 év leggyönyörűbb üstököse. Ez volt az egyetlen kivétel az elmúlt évtizedekben, tehát még most sem lehet biztosra menni. Még ez az elválasztó paraméter sem, az a pályaelemekben mutatkozó elválasztó paraméter sem 100%, de nagyjából egy segítség nekünk, úgyhogy ennek fényében készíti az ember most már a jövőben az előrejelzését. Az egyetlen probléma, hogy még ezt figyelembe véve, hogy majd elhalványodik napközelben az ison, még így is fényesnek kellett volna, hogy legyen, csak hát azzal senki nem számolt, hogy teljesen darabjaira is fog hullani, és szétesik a napközelség során. Hát ezzel sajnos nem tudunk mit tenni, bár az aktivitás nagyságából ma már ezt is lehet becsülni, hogy milyen méretű az a kis mag, ami szórja szét magából a port.
Hát ez az Isonnál elég kicsinek adódott már befele jövet is, csak hát az ember mindig reménykedik, hogy valami történik, de valószínűleg egy kilométernél is kisebb volt ez a szilárd mag, tehát kisebb, mint amiket mutattam periódikus üstökösöket, még a Hartleynál is kisebb, úgyhogy az nem bírta befele a jövő utat, és az évtizedekig tartó anyagkiáramlást is széthullott. A Rosettáról meg hát csak ugye remélni tudjuk, itt még nagyon-nagyon sok időt fog tölteni az üstökös körül, hogy lesznek itt még érdekességek. Ugye novemberben lesz a landolás, 15 augusztusában a napközelség, és 15 decemberig szól a program. Tehát itt még hosszú-hosszú hónapokig szépen a szonda jön be az üstökössel. Reméljük, hogy lesz egy kis Grimbus ott a Churyumov-Gerasimenko-nál. Lesznek ilyen porkitörések, nagyon érdekes lehet megfigyelni, vagy hogy beindulnak-e más területek majd, ahogy közelebb ír a naphoz, esetleg valahonnan még valami nagyobb mennyiségű víz is elkezd sublimálni. Szóval még biztos, hogy rengeteg érdekesség lesz, és tuti, hogy valamikor ősszel érdemes lesz tartani. Már magáról tényleg csak a Churyumov-Gerasimenko-ról lesz olyan hosszú időtávunk, hogy egy ilyen aktivitási görbét talán felállíthatunk már róla is. Nos, nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen figyelmet. Ha valakinek van kérdése, akkor arra szívesen válaszolok. Igen. Csak hogy meg fogjuk-e tudni, hogy ezek a kiáramlások miből vannak, vagy mi az indoka? Igen, van, az, hogy miből vannak, vannak tehát ilyen színképelemző berendezések is. Ugye, mint mondtam, most mondjuk tudjuk, a Hartleynál, nála, ilyen Hartley üstökösnél, az látszik, hogy különböző anyagok vannak. Tehát máshol van a H2O, máshol van az OH, és máshol van a CN, a cián kiáramlás. Tehát más-más jet, de más-más anyagból van döblet. Ezt tudjuk. Ezt véletlenül a Churyumov-Gerasimenko-nál is meg fogjuk tudni állapítani. A nyakról kijövő jetek milyen anyagokból állnak. De alapvetően ez vízjég, cián, szénmonoxid, széndioxid, hát ilyesmi anyagok, amiket felvesznek. Jellemzően ezek a fajta gázok, illetve jegek hajtják az üstökös aktivitását, és ezeknek a sublimációja ragadja magával a porszemcséket, és azokat. Ugye ezek mind, ugye a port látjuk, a gázt az annyira ritka, hogy azt nem látjuk, az csak színképelemzéssel. Ez, ami a napfényt visszaveri, ezek mindig a gázzal együtt kijövő por szemcsék, portászmák. A másik még, hogy nem nagyon hallottam erről az amorf meg... Amorf meg kristályos. Kristályos. Hát ez nekem sem teljesen a szakterületem, azért nem is mentem bele mélyebben, de ugye úgy, ha jól emlék, akkor az, hogy nagy naptávolságban ugye a kozmikus sugárzás az bombázza a vízjégnek a kristályrácsát, és tönkre teszi, és nem, tehát ilyen amorf lesz, tehát nem ilyen szép hálós szerkezet, ha jól tudom, hanem felvesz egy másik szerkezetet a kozmikus sugárzás által, és ez, ahogy jön be, pedig a napsugár, hogyha a hőt kap ez a mag, akkor ez az amorf szerkezet, ez a kapott energia hatására visszaalakul kristályossá. És ez úgy számolja, hogy nagyon hirtelen, nagyon gyors, ilyen öngerjesztő, tehát nagyon sok energiát termel, ugye melegszik, elkezdődik az átalakulás, az energiát termel, ezáltal hirtelen tovább melegszik, ez így megfut a folyamat, és hirtelen az egész átalakul, ez ilyen tömb, vagy a felszín alatt, vagy a felszínen, fennet ugye egy kell ezt elképzelnie. Tényleg vizálisan, de hogy hirtelen visszaalakul az egész kristály, ami nagyon sok energiát termel, és ez föl is robbantja a szerkezetnek, az üstökösnek a részét, ez a megszaladó ilyen folyamat. Remélem, hogy nagyon becsületlen, nem mondtam, hogy pórogatnak, úgyhogy valószínűleg valami. Úgyhogy úgy emlékszem, hogy ilyesmi történik. Akkor köszönöm szépen még egyszer. Szép estét mindenkinek!
Köszönöm.